Az északnyugat spanyolországi Zamora tartományban háromszor annyi juh él, mint ember. És a régióból származó ízletes juhsajtok és hústermékek rendkívül népszerűek. Ennek ellenére gondot okoz, hogy egyre kevesebb a pásztor. A régi szakma szinte teljesen kihalt, miközben ezt a munkát nem lehet gépekkel helyettesíteni. Egy zöldellő legelő a tél közepén az északnyugat spanyolországi Zamora tartományban. Nem csoda, hogy a juhok nem győznek eleget enni. Kísérő nélkül azonban nincs lakoma sem. 3:45 van, és már majdnem 4 kilométert gyalogoltunk. Estére ez 18-20 kilométer is lehet. Javier 48 éves, hivatásos juhász. A mesterséget 16 éves korában az édesapjától tanulta, a család napjainkban 900 juhot tart. A szabad ég alatt végzett munka kemény, a juhász ki van téve az időjárás viszontagságainak. Javier egyetlen társasága a kutyája, miközben az év minden szakában virradattól napnyugtáig dolgozik. Ehhez elhivatottság kell. A juhásznak az állatok életritmusához kell igazodnia. A juhok megszokott rend szerint élnek, minden nap nagyjából ugyanazt a programot követik, és lehetőleg ugyanazt a megszokott táplálékot eszik. Zamora tartományban háromszor annyi juh él, mint ember. Ez a legmagasabb arány egész Spanyolországban. A helyi bárány hús és juhsajt messze földön ismert, a termékekkel szemben támasztott minőségi követelmények azonban sok bürokráciával járnak, ami legtöbbször az állattenyésztőkre marad. Sok a papírmunka. A minden egyes juhot regisztrálni kell, vezetni a nyilvántartást. Ma már minden juhász számítógéppel vagy laptoppal dolgozik. Digitalizáció az állattenyésztésben. Korábban ez a mesterség nem erről szólt. Castilla és León néprajzi múzeumában azt láthatjuk, hogy milyen volt a juhászok élete több mint 100 éve. Esőben például szalmából készült kalapot és kabátot viseltek. A munkakörülmények azóta jelentősen javultak, ennek ellenére egyre kevesebben választották ezt a mesterséget. A mesterség hanyatlása a spanyol polgárháború idején kezdődött, de főleg az 1960-as években gyorsult fel, amikor Spanyolországban elterjedt a műanyag használata, az emberek pedig a falvakból a városokba vándoroltak és az iparban vállaltak munkát. Ramiro Arias Gago volt a régió egyik utolsó autentikus pásztora. Egy éve 94 évesen halt meg. Életének utolsó napjait a Ramiro mindörökké pásztor című rövid film örökítette meg, amely egyben szomorú búcsú egy ősi mesterségtől. De 1926. Csoportkép 1926-ból. Ramiro faluja Fontanillas de Castro. Akkoriban sok fiatal élt ezen a környéken, ma már jóformán senki. A helyiek szerint a mezőgazdaság automatizálása az oka annak, hogy a falvak lassan teljesen kihalnak. Nincs munka. Manapság egyetlen ember elvisz egy egész gazdaságot. A gépek mellett már nincs szükség emberi erőre. Juhokat azonban nem lehet gépekkel terelni és gondozni. Ha a falvak elnéptelenednek, akkor juhász találni sem lesz egyszerű feladat. A problémával a tartományi önkormányzat is tisztában van. Tenemos que trabajar en ofrecer una formación especializada porque szakképzést kell indítanunk ezen a területen is. Korábban ez a tudás apáról fiúra szállt. Ahora si ese relevo genera ha ez a generációs lánc megszakad, akkor nekünk kell megteremteni a lehetőséget, hogy a fiatalok egyáltalán megismerkedhessenek ezzel a munkával. Que les permita también acercarse a ese mundo pastoril. És ha a fiatalok e munka szépségét megismerik, akkor többé nem akarnak majd mással foglalkozni, állítja Javier.